Jó estét kívánok, nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm kedves nézőinket. Önök a Karcag Televízió Nagykunsági Krónika című közéleti magazin műsorát látják. Kérem, tekintsék meg mai műsorajánlónkat. Kedves nézőink, aktuális kérdések című heti magazin műsorunk következik. Mai vendégünk a Karcagi Nagykun Református Általános Iskola igazgatónője, Földváriné Simon Ilona. Köszöntöm kedves nézőinket, mai vendégünk Földváriné Simon Ilona, a Karcagi Nagykun Református Általános Iskola igazgatónője, akit szeretettel köszöntök stúdiónkban, és örülök, hogy elfogadta meghívásunkat. Köszönöm szépen, és én is szeretettel köszöntöm a televízió nézőit. Több téma kapcsán hívtuk ma meg igazgatónőt egy stúdióbeszélgetésre. Az egyik ilyen témánk az, hogy nagy port kavart például az egyik közösségi oldalon, nevezetesen a Facebookon, hogy az iskola részt vett egy tévéfelvételen, a Nagy vagy című vetélkedőben, műsorban, és nagyon szép eredményt értek el, ehhez szívből gratulálunk. Mi is volt egészen pontosan ez a verseny, hova jelentkezett az iskola? Köszönjük szépen! A Nagy vagy, az tulajdonképpen a TV2 csatornának egy játékos sportversenye. Magyarországon működő általános iskolák, illetve középiskolák vehetnek részt a versenyben, valamint Erdélyben működő magyar általános iskolák és középiskolák. És tulajdonképpen a TV2 csatorna marketing osztályán, megmondom őszintén, van egy ismerősöm, és tulajdonképpen ő ajánlotta fel ezt a lehetőséget. Nagyon nehéz egyébként bejutni. Amikor ez a felkérés megtörtént, akkor kaptam egy adatlapot, egy ilyen, mondhatnám azt is, hogy pályázati lapot, és akkor leadtuk az iskolának az adatait, elérhetőséget, stb., és a iskolánknak a sportéletét kellett bemutatni, és minden iskolának. Egyébként, ha jelentkezik, akkor a sportéletet kell bemutatni, és azt gondolom, hogy ez meghatározó a bejutáshoz. Mit lehet erről tudni? Körülbelül hány iskola nevezett, mennyi vett részt ebben a versenyben? 24 iskola nevezett, és amikor mi fölmentünk, Érdre utaztunk, az Érd arénába volt megrendezve ez az egyébként országos verseny, akkor 24 iskola került be az első fordulóba. Ez volt egyébként furcsa módon, de úgy nevezték, hogy középdöntő. Tehát először a középdöntőt kellett lejátszani, 24 általános iskolának a csapata. Amikor ennek a fordulónak vége volt, akkor következett az elődöntő. Én ezt úgy nehezen értettem meg, de így volt a kiírás. És az elődöntőbe, a második fordulóban már 12 csapat került be, majd amikor a játékoknak vége volt, utána következett a döntő, bekerültünk a döntőbe. A döntőbe 6 csapat versenyzett, és tulajdonképpen a 6 csapat közül a Karcagi Refi lett az első, tehát. Tehát megnyerték ezt az országos versenyt. Igen, az iskolába járó diákok. Mikor volt ez a verseny, ez a forgatás? Október 31-én mentünk, nagyon korán indultunk. A
versenyzők már elmentek 4 óra magasságában hajnalban, a szurkoló csapat pedig 4:30 körül indult, és mire megérkeztünk, majdnem éjfél volt. Úgyhogy 31-én mind a három forduló lement, ezt így szokták, mind a három fordulót fölvették, és november 13-ától pedig folyamatosan vasárnap délelőttönként majd a TV2 csatornán lehet nézni az adásokat. Egyébként van a játéknak egy őszi fordulója, és van egy tavaszi fordulója. A tavaszi fordulóban a csapatok szoktak versengeni vízben. Mi ugye nem őszi fordulóban vettünk részt, levegőben és szárazföldön volt a verseny. Beszéljünk most a kis csapatról. Hány fős volt a karcagi versenycsapat, illetve mi alapján válogatták össze a tagokat? Meg volt határozva, hogy 10 fő, de most a 10 főből 4 szülő, illetve 6 diák. Az is meg volt határozva, hogy a 4. évfolyamból 2 diák vehetett részt, 1 lány, 1 fiú. És felső tagozatos diákok, tulajdonképpen fiúk és lányok vegyesen. Illetve pótagokat is válogatott Orosz István tanár úr, aki utána kézbe vette és koordinálta ezt az egész, hát hogy is mondjam, felkészülést, rákészülést. Összefogta a csapatot, és volt minden csapatnak egy híressége, a mi csapatunk Növényi Norbert volt, és ő versenyzett velünk, ő volt a 11. Ők ott osztották el, nem, vagy ő felkérés alapján? Nem, mi megkaptuk e-mailbe, hogy ő lesz. Hogy ő lesz, igen, mi lettünk a szürke pólósok. Ugye voltak különböző pólókat kaptunk, és mi a szürke pólósak voltunk. A pólókat nem csak a versenyzők kapták meg, hanem a szurkoló csapat minden tagja is megkapta. Egyébként olyan nagy volt a lelkesedés, úgy volt a kérés, a felkérés, hogy 40-50 főt vigyünk, diákokat, szülőket, mint szurkolók, de olyan sokan jelentkeztek, olyan nagy volt az érdeklődés, hogy 3 busszal indultunk. 4:30 hajnalban, mint ahogy korábban említettem, és hát tulajdonképpen egy szektort meg is kellett nyitni, mert ahogy mi megérkeztünk, elfoglalta a csapat a lelátót, a helyeket, a kijelölt helyeket, egyből láttuk, hogy tulajdonképpen akkor mi itt sokan vagyunk. Hogyan lehetett fölkészülni erre a versenyre? Megkapták előre a majdani feladatokat? Egyáltalán hogy zajlott itthon a felkészülés? Fel lehetett-e készülni egy ilyen volumenű versenyre? Volt-e hozzá tér? Hát igazából nem lehetett felkészülni. A játék leírásokat, mert ez egy játék volt, megkaptuk folyamatosan, de voltak olyan játékok, hogy a leírás menet közben mindig változtatták, nehezítették, módosították. Na most az idő is kevés volt, körülbelül 3 hét, és mivel említettem, hogy szülők is részt vettek a csapatban, mert ugye be kellett őket válogatni, dolgoztak, tehát gyakorlatilag nem tudtuk ezt a felkészülést rendszeressé tenni. Az idő is rövid volt, és ez nem olyan sorverseny jellegű, hogy a tornateremben fel lehet rá készülni. Ez ügyességi verseny, gyorsasági verseny, és olyan extrém feladatok voltak, hogy szokatlan és teljesen újszerű. Mit szóltak amúgy a csapattagok? Gondolom azóta már beszélgettek. Mi volt, ami úgy nagyon nehéz volt, ha lehet így fogalmazni, melyik feladat, hogy egy picit így belelássunk a történtekbe? Volt egy feladat, a rekesz mászás, ezt úgy igazából elmondanám. Úgy emlékszem, hogy az elődöntőben 12 boros rekeszt kellett egymásra építeni, miközben mászni kellett a rekesznek a tetejére. Tehát alulról a csapattagok adogatták a rekeszt,
és akkor az építő felépítette, és akkor tovább lépett, föllépett. És 12 ilyenre kellett tulajdonképpen fölépíteni, egy beépíteni, és meg kellett állni a rekesznek a tetején, természetesen hátul derékban ki volt biztosítva, azért mondtam, hogy levegőben is zajlott ez a verseny. Ez mondjuk nagyon érdekes volt, és nagyon nehéz volt. Na most, amikor a döntőbe bekerültünk, akkor tájékoztattak bennünket, mindig mikrofon útján a műsorvezető, hogy a döntőben a korábban lejátszott minden egyes játékot meg kellett ismételni, tehát a döntőben 7 játékot ismételtünk meg, mégpedig úgy, hogy minden játék külön-külön meg volt nehezítve. Tehát, hogyha a rekesz mászásra térek vissza, akkor azt mondtam, hogy az elődöntőben 12 rekesz volt, de már a döntőben 15 rekesz kellett felépíteni, és úgy felállni a rekesznek a tetejére. És az is meg volt határozva, hogy az a mászó, az a versenyző, aki előzőleg fölmászott, ő már nem mehetett. Tehát egy újabb csapattagot kellett beválasztani, és tulajdonképpen akkor ő versenyzett egy új versenyzőként abban a játékban. Na most orosz tanár úr gyakorlatilag nagyon logikusan felépítette, ahogy én is úgy végignéztem, úgy állandóan fotóztunk, videó készült, hogy voltak olyan csapatok, hogy a negyedikes kisfiút küldték, és ugye rakta nagyon ügyesen egymásra a rekeszt. De a 11. rekesznél, amikor ugye már felépítette, és felállt a rekesz tetejére, akkor hiába nyúlt le, rövid volt a keze, és ahogy dobták föl alulról a rekeszt, nem tudta elkapni. És akkor mi egy 8. gyereket küldtünk fel, már a döntőben, Mészáros Szabolcsot, ugye egy magas fiatalember, sportos fiatalember, jó hosszú keze, le tudott hajolni úgy, hogy nem borult le a rekesz, és akkor gyakorlatilag így el tudta kapni, és így tudta felépíteni a 15 rekeszt. Tehát akkor nem csak ügyesség, egy kis logika is kellett ahhoz, hogy megoldják a feladatokat. Igen, mindenféleképpen. Szurkolók, hogy viselkedtek? Fantasztikusan. Hang maradt az est? Nem. Est hátralévő részére? Nem, egyáltalán nem. Van egy szurkolói indulónk, azt el kellett készíteni, és akkor a TV2 csatornának ugye el kellett küldeni. Hát nagyon lelkesek voltak a szülők, lelkesek voltak a gyerekek. Ahogy megérkeztünk és elkezdődött a verseny, rögtön meg is állapították, ott a résztvevő szülők, pedagógusok is voltak, hogy na, azt már látjuk, hogy szurkolásban elsők vagyunk. Hát vittünk 3 nagy dobot, mindenféle kereplőt, ott voltak a pomponok, pomponlányok, sípok, ami elképzelhető ilyen szurkoláskor, mindent vittünk magunkkal, és hát a csapatnak a kabalája tulajdonképpen egy kedves szülő, gyerekek úgy hívják, hogy Zoli bácsi, a bohóc ott ugye középen, verték a dobot állandóan, kiabáltak, üvöltöttek, szurkoltak úgy, ahogy kell. Úgyhogy mindenki, aki ott körülöttünk volt, csak nézett bennünket, olyan komoly csapatok egyébként, dunántúli csapatok voltak, a Tiszántúlról nem nagyon, sőt, szinte egyáltalán nem voltak. Budapesti csapatok, Gödöllő, Ér, tehát ilyen komoly csapatok, és a mellettünk a gödöllőiek voltak, és az egyik férfi átjött, Zolinak szólt, hogy uram, csak egy percre, csak egyetlen egy percre hagyják abba a dobolás, mert már gondolom, hogy teljesen. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez nagyon sokat számított egyébként a csapatnak. Elelkesítette őket, ugye ott kiabáltak, hogy Norbi, Norbi. Nyilván Növényi Norbi is felintegetett, megköszönte. Egyébként egy hatalmas élmény volt, egy jó buli, egy jó show, úgyhogy nagyon jól éreztük magunkat. Utána a gyerekek, ahogy beszélgettek, mit éreztek, hogy megnyerték, önöknek mit jelent az iskolának az, hogy azért ennyi csapat közül a legjobb a karcagi?
refi hát csapata lett. Igen, én azt gondolom, hogy amikor az eredményhirdetés volt, ugye 6 csapat a döntőben, hátulról kezdték gyakorlatilag a értékelést, ugye mondták a csapatoknak a nevét, 6., 5., 4., 3., ugye bemondták, hogy másodiknál, akkor már tudtuk, hogy mi vagyunk az elsők, és akkor a lelátóról már a gyerekek, szülők, mindenki a pályára, egyébként korábban nem lehetett még a pályát meg sem közelíteni, mert a biztonsági őrök ugye ott voltak, és akkor mindenki betoldult a pályára, és hatalmas nagy ováció, hatalmas nagy éjjelzés, akkor tulajdonképpen föl se fogtuk, megmondom őszintén, hogy egyáltalán végül is ezt így sikerült megnyerni. Ez egy hatalmas nagy összefogás volt, amit szeretnék megköszönni, hát főleg ugye a szervezőnek, Orosz tanár úrnak, aki gyakorlatilag, mint említettem, összefogta ezt a programot, ezt a felkészülést, a csapat tagjainak, mert ők is nagyon lelkesek voltak, nyilván mindent beleadtak, és hát a szurkolói csapatnak, a pedagógusoknak, a szülőknek, gyerekeknek, úgyhogy ez egy nagy összefogás volt, egy nagy példaértékű összefogás volt, mondom, 3 busszal mentünk. És amikor megérkeztünk úgy éjfél magasságában, akkor kiszálltunk az iskola előtt, még egyszer fölálltunk, már amennyire lehetett a járdán, és még egyszer elénekeltük a csapatnak az indulóját. Egy pezsgőt is bontottunk, úgyhogy, és utána nagy pihenés következett, az őszi szünet is, kipihenni tulajdonképpen hát ezt az élményt, mert megmondom őszintén, hogy a szurkolás is fárasztó volt. Azért úgy egész nap, és tényleg az izgalom, a lelkesítés, a lelkesedés szenzációs volt. Gratulálunk ehhez a szép eredményhez mi is. Gondolkoztak-e már azon, hogy lesz-e folytatás, még egyszer indul-e az iskola egy ilyen megmérettetésen? Igen, indulni kell, mert úgy vettük ki ott a műsor vezetőnek a szavából, és a szervezői gárda is úgy tájékoztatott bennünket, hogy rövid időn belül, lehet, hogy 1-2 éven belül a díjat nyert csapatokat vissza szokták hívni, tehát még egyszer meghívják. És én azt gondolom, hogy ha ez meg fog történni, ennek jó esélye van, nagy esélye van, akkor természetesen, hogy más gyerekanyaggal nyilván, de el fogunk menni. Másik mai témánk az, hogy igazgatónő a közelmúltban egy elismerést vehetett át, ehhez is szívből gratulálunk, mi is volt egészen pontosan ez az elismerés, hol tetszett átvenni, meséljen nekünk erről a nagy eseményről. Nem volt ez olyan nagy esemény tulajdonképpen, köszönöm szépen. A Tiszántúli Református Egyházkerület ebben az évben, tehát 2016-ban, 2 díjat alapított, ami korábban nem volt. Tehát ez egy kerületi elismerés, egy kerületi díj. Nagyon jó dolog egyébként, hogy püspök úr, dr. Fekete Károly főtiszteletű püspök úr gondolt erre, hogy megjutalmazza a református iskolákban dolgozó vezetőket, illetve pedagógusokat. És a fenntartóm, nagy tiszteletű Koncz Tibor elnök lelkész úr javasolt engem erre az elismerésre. Említettem, hogy 2 lehetőség volt, az egyik a református pedagógus díj, a másik pedig a református közoktatásért emlék plakett. Na most én ezt a másodikat kaptam meg, és amikor volt a ismertetés, akkor nyilván elmondták, hogy 12 pályázat érkezett, és 4 vezetőnek, pedagógusnak ítélték oda első körben ezt az elismerést, elismerő oklevelet, és a 4 hát vezető pedagógus között tulajdonképpen én is szerepeltem, közte voltam. Október 29-én voltunk mezőtúron, akkor volt egy kibővített lelkésztestületi ülés. Ott volt püspök úr, és ott adta át a díjat. Akkor sűrű volt az a hétvége gyakorlatilag, ugye 29-e, 31-e. Mit jelent igazgatónőnek ez az elismerés?
Hát nekem nagyon sokat jelent. Pedagógusként kaptam már díjat, többet is, de így a közoktatásban való munkásságomért tulajdonképpen még nem. Na most kevesen tudják, hogy én 15 református általános iskola, vagy éppen középiskola, mondjuk éppen a gödöllői líceumnak a alapításában, szakmai anyagoknak a elkészítésében vettem részt, és én azt gondolom, hogy tulajdonképpen ezért a szakmai munkáért kaptam ezt a díjat, mint református közoktatási szakértő. Sok-sok ilyen szép elismerést kívánunk még igazgatónőnek a további munkájához. Iskola életéből néhány gondolat, ugye elkezdődött a leendő elsősöknek a felkészítése a következő tanévre. Erről mit lehet tudnunk? Lehet-e még jelentkezni? Milyen formában tartják? Hányan járnak a felkészítőkre? Igen, október 24-én tartottuk a szülőknek a első tájékoztatót. Ez egy hétfői nap volt, csütörtökön pedig a gyerekeknek az első foglalkozást. Két hetente vannak ezek a foglalkozások. Hál' Istennek jelentkeztek szép számmal, és nyitottak vagyunk, tehát nincs ez a program lezárva. Az egymásra épülő modulok is úgy vannak felépítve, hogy menet közben is lehet jelentkezni, és hát az érdeklődőket még szeretettel várjuk. Mi a terv, hányás osztályt kívánnak indítani a jövő tanévben, vagy ez még változhat? Hát természetesen még változhat, két első osztály indításában gondolkodunk, még akkor is, hogyha kisebb létszámmal, mert azt gondolom, hogy nem baj. Az a gyerekeknek mindenféleképpen előnyére válik. A tanítók jobban tudnak a gyerekeknek segíteni, főleg első-második osztályban nagyon fontosnak tartjuk az alapozást. Bizony azért meg kell fogni a gyermeknek a kezét ott az első hetekben, vagy esetleg még a későbbiekben is, amikor ott a betűt alakítják, kanyarítják, és azért nem mindegy, hogy 17-en vannak egy osztályban, vagy éppen 27-en. Angol nyelvoktatás az iskolában, egy felhívást is intéztek a lakosság felé, ingyenes, ha jól tudom, ez az angol nyelvoktatásáról mit lehet tudnunk, kiknek ajánlják? Nagycsoportos óvodások járnak egyébként. Erre a heti egy alkalommal megszervezett angol oktatásra azért úgy egyre többen bekapcsolódnak, jönnek gyerekek, és azt kell, hogy mondjam, hogy van érdeklődés. Miért fontos ez? A nyelvoktatás a mai világban? Hát én azt gondolom, hogy nem kell különösképpen ecsetelni, hogy mennyire fontos. A idegen nyelvnek az oktatása, hát a mi iskolában nyilván ugye az angol, mert erre van igény. Tehát gyakorlatilag, bocsánat, ez egy ilyen, ugye azt mondta, hogy nagycsoportos óvodásoknak, hogy úgymond föl tudják venni majd a ritmust, és esetleg még jobb eredményeket érjenek el. Milyen óraszámban tanítják egyébként az iskolában az angol nyelvet? Első, második, harmadik osztályban heti egy órában, és utána pedig évfolyamonként emelkedő óraszámban tanítjuk, illetve felső tagozatban pedig délután fakultatív nyelvoktatáson, és abba is be lehet kapcsolódni. Hogy jelentkezhetnek erre hát nem a nagy csoportos óvodások, hanem a szüleik, hogy irathatják be ide a gyerekeket? Hát egyszerűen jönnek, érdeklődnek az óvónőktől, felhívják az iskolát, és akkor gyakorlatilag bekapcsolódnak ebbe a közös munkába. Igazgatónő, köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk egy beszélgetésre, és további sok sikert kívánunk az idei tanévre. Én is köszönöm szépen. Kedves nézőink, mára megköszönöm figyelmüket. Kedves nézőink, most az elmúlt napok fontosabb városi eseményeit összefoglaló karcagi híreink következnek.
Köszöntöm nézőinket, a Kunhegyes és Polcsánokban vagyunk, és Domány István Artiszabő egyik alpolgármesterével beszélgettünk, hiszen önök szerveztek ide egy nagyon szép rendezvényt. Mi is ez pontosan? Ez egy Ovi Olimpia. Szerintem hogy a térségben az első, amit itt Kunhegyesen most megrendeztünk, Tiszabő önkormányzat segítségével. Nagyon örülünk neki, hogy ennyi gyerek el tudott jönni. 5 település foglalt egybe. Kunhegyes, Tiszabóra, Tomajmonostorra, Kenderes és Tiszabő. És honnan jött az ötlet? Hát van nekünk egy, hát hogy is mondjam, egy ilyen sportmenedzserünk, mondhatom a nevét? Pádár Lacinak hívják, az ő agyába pattant ki ez az egész. Nagyon ügyes, talpra esett, ő vezette ezt az egész programot most le, és őnek az agyába pattant ki ez. Nagyon jó. Tehát gondolom akkor az óvodában rendszeres a sportolás egyébként is. Igen, igen, persze. Nagyon sok gyerekünk van, hála jó Istennek, közel 200 gyerek van az óvodában. Szerintem a közeljövő meg fog épülni nálunk egy tornaterem, és reméljük, hogy ez, ami most elkezdődött, hagyományá fog válni. Akkor reméljük, hogy így lesz, de beszéljünk egy picit erről a mai napról akkor. Kik segítettek, hiszen azért gondolom, hogy egyedül ezt kevés lett volna megszervezni. Hát a környező települések önkormányzatai segítettek bennem. Vannak támogatóink, például nagykörű alpolgármester asszonya. Tiszabőn van egy vállalkozó, Burai Lajos, nemrégen nyílt egy tüzértelep, ő segített egyik részben, akkor Hubei Mire Csaba, Karcag, az Agrárkamara elnöke, akkor van egy nagykörűi, a Veres, nem is Veres, hanem Mars Istvánék. Ez a három személy segített nagyobb részben. Itt mi lesz a díj? Tehát gondolom, hogy azért itt a gyerekek most nagyon lelkesek, éppen a csatakiáltásokat mondják el. Igyekeztek gondolom biztosítani nekik díjat is. Lesz díj. Ez a tiszabői vállalkozó felajánlott 3 díjat. Ha jól tudom, 20, 15 meg 10 fontos utalványt kapnak. Minden gyerek, minden csapat kap oklevelet. Külön kapnak mindenki kaját, süteményt, üdítőt. Úgyhogy ezzel kedveskedtünk nekik. A feladatokat gondolom a gyerekek életkorához szabták. Persze, igen. Gyakoroltak is előre, megvoltak a feladatok, hogy mit lesznek majd, és ezáltal ezeket gyakorolták. Az előbb mondta, hogy 200 óvodásuk van. Kik önöktől, kik jöhettek? Tehát gondolom volt azért egy előválogató, hogy azért a legjobbakkal érkezzenek. Persze. Van két csoportunk, van a Kossuth úti, meg van a Főúti óvoda, és mind a két óvodából egy-egy csoport. A legjobbak jöttek. Remélem, hogy jó is fognak szerepelni. Hát akkor reméljük, hogy ez az első kezdeményezés akkor második, harmadik, ötödik alkalommal is megvalósításra kerül, és akkor hasonló szép dolgokat kívánunk, hiszen ez a gyermekeknek is fontos. Reméljük, hogy így lesz. Pádár Lászlónéval, Kenderes polgármesterével beszélgettünk arról, miért tartották fontosnak, hogy részt vegyenek ezen az Ovi Olimpián. Hát nem csak fontosnak tartottuk, hanem természetesnek, hogy részt vegyünk ezen a Ovi Olimpián. Nagyon dicséretesnek tartom Tiszabő község önkormányzatának kezdeményezését, és remélem, hogy hagyomány is fog teremtődni ebből a kezdeményezésből. Ilyen kisgyerekkorban kell elkezdeni nevelni a gyereket a küzdelemre, az összefogásra, a versenyzésre, és nyilván már beléjük plántálni a fair play szabályait. Tehát én úgy gondolom, hogy ez egy nagyszerű dolog, és nagyon örülök, hogy Kenderes is képviselteti magát ezen a rendezvényen. Aztán reméljük, hogy jól fognak szerepelni, hiszen mögöttünk javában zajlik a verseny, és akkor abban is bízunk, hogy lesz több hasonló rendezvény. Én nagyon szeretném, hogyha lenne több ilyen rendezvény, hasonló, mint ez. Nyilván a tárgyi feltételeket meg kell teremteni minden településen, hisz azt tudjuk, hogy Kunhegyesen van két szép sportcsarnok. Ilyenkor egy kicsit irigylésre méltó számomra, hogy Kenderesnek meg egy sincs, és küzdünk azért, hogy legyen legalább, ha nem is ekkora nagy, de egy hasonló. Reméljük ez az álom is egyszer valóra válik. Köszönjük szépen! Köszönöm szépen! Szabó András, a Kunhegyes polgármesterével beszélgettünk. Itt mögöttünk javában zajlik a verseny, pillanatra elhívtam, hogy szurkoljon a kunhegyesieknek. Jó dolognak tartja ezt a kezdeményezést? Természetesen minden ilyen, ami a sporttal kapcsolatos és a gyerekekkel, az csak jó lehet. Még ilyenről nem nagyon hallottam, de úgy látom, hogy a edzőnk, a Pádár Laci, a tiszabői testnevelő szépen megszervezte, meg maga le is vezeti,
hisz hallhatjuk is a hangját, elég erélyes, valóban nagyon tehetséges ilyen szempontból, és nem csak azért, mert a kunhegyesi foci csapatot rendbe rakta, hanem úgy látszik az óvodásokhoz is ért. Kunhegyesi csapatok is versenyeznek, amikor megkeresték önöket azzal, hogy adjanak helyet ennek a rendezvénynek, természetesnek tartotta? Természetesnek, egy kicsit dicsekszünk is ezzel a tornacsarnokkal, hisz a megyében egyedül itt van nemzetközileg elismert sportpadlózat, meg én azt hiszem, aki még itt volt, mindenki elragadtatással beszélt róla, és ez nekünk jó, hogy a mások is, kisgyerekek, szülők is vannak itt, elviszik a hírét, hogy Kunhegyesen van egy ilyen szép csarnok. És hát azt gondolom, hogy itt a szurkolók is el tudnak helyezkedni fönn, tehát itt az ovisok szurkolnak a társaiknak. Nem tudjuk, hogy szerepelnek a kunhegyesi csapatok, de reméljük, hogy eredményesen. Hát természetesen a kunhegyesieknek is van több olyan verseny, amit érde, de hoztunk már mi ide a Fradi Debrecen női kézilabda csapat bemutatója volt augusztusban, előző évben, és itt voltak a világsztárok, a magyar válogatott, a Fradi teljes létszámmal, a női csapata Debrecennel, még a bajnokság előtt ilyen felkészülési mérkőzésen tele volt a sportcsarnok, annyira sokan kíváncsiak rá. Tehát szoktunk mi ilyen rendezvényeket is tartani, hogy a kunhegyesi emberek is ismerjék meg az ország elitjét a sportban. És hát most a legkisebbek ismerkednek ezzel a csarnokkal, reméljük, hogy eredményes lesz ez a mai nap. Hát gondolom, hogy eredményes lesz, mert a gyerekek is élvezik, ha csak szaladgálnak, már azt is szeretik, most meg versenyeznek, hozzászoknak ehhez a hangulathoz, hisz a bemutatkozáskor is nagyon élvezték a gyerekek is, meg a nézők is. Köszönjük szépen! Én is köszönöm! Köszöntöm nézőket, Kunin Nánási Mónikával, Táncsicskorú 19-es óvoda tagóvoda vezetőivel beszélgetünk. Az időjárás nem volt önökhöz kegyes, hiszen a születi napot azt el kellett halasztani, és most is esik az eső, de beszéljünk erről a mai napról. Mi lett volna eredetileg a terv, és mit tudnak ebből ma megvalósítani? Sok szeretettel köszöntöm én is a kedves nézőket. Igen, sajnos az időjárás az nem kedvez nekünk. Ma is esik az eső. Ez az óvodánkban már egy évek óta hagyományos program, hogy ősszel egy születi mulatságot rendezünk, ahol az újonnan érkezett kis csoportosokat befogadjuk az óvodánkba. Sajnos ez ma nem tud megvalósulni, mert nem tudunk ennyi gyermeket és szülőt vendégül látni az épületben. Így aztán ma csak a nagycsoportos gyermekeink fogják előadni a születi műsorukat a szülőknek. De akkor beszéljünk egy picit azért mégis a kicsikről. Hányan érkeztek szeptemberben? Ebben a tanévben 49 kis csoportos gyermek kezdte meg nálunk az óvodai életét, és elmondhatom, hogy nagyon ügyes gyermekek járnak hozzánk, hiszen már mindenki beszokott, és egyre boldogabban, egyre mosolygósabban érkeznek hozzánk az óvodába. És hát gondolom azért a nagyobbak is terelgetik őket, tehát kezdenek összebarátkozni, alakulnak kis barátságok is. Így igaz, nagy segítségünkre vannak a nagyok, bár nálunk tiszta csoporttal működik az óvoda, és kis csoportosok vannak ugye 25-en, illetve 24-en egy-egy csoportban, de a nagyok nagy segítségükre vannak a óvónéniknek. És hát gondolom azért azt is látják, hogy mindenki azt a jelet kapta, amit szeretett volna, tehát biztos vannak ilyen kívánságműsorok is, de hogyan látja, mennyire érdeklődnek a gyerekek már az új dolgok iránt, mennyire fogékonyak? Nagyon nyitottak a gyerekeink, elmondhatjuk, hála jó Istennek, hogy nagyon érdeklődő kis csoportosaink vannak. Természetesen a jeleknél figyelembe vettük azt, hogy ki mit szeretne, illetve aki bölcsödéből érkezett, azoknak meghagytuk azt a jelet, amit az bölcsödébe már kaptak. És hát szerencsénkre mondhatom tényleg azt, hogy érdeklődik és nyitottak minden tevékenység iránt, úgyhogy jó kis gyermekanyagunk van. Akkor azt gondolom, ez előrevetíti, hogy sikeres lesz az idei tanév a kicsik részére is. Én akkor azt kívánom, hogy ennél egy picit jobb időt a kinti rendezvényekhez máskor, de eredményes tanévet. Nagyon szépen köszönöm!
Köszöntöm nézőinket, Márkus Judittal, vagy ahogy sokan karcagon ismerjük, Jucival beszélgetünk. Régen jártál karcagon, és most volt előtte időm vele egy pár percet váltani, és láttam, hogy kisgyerkőccel érkeztél. Azt hiszem, hogy ez volt a nagy vágyad, amikor utoljára beszélgettünk, még csak arról beszélt, hogy milyen érzés lenne anyának lenni. Így van, március 6-án megszületett a pici lányom, imáron a 7. hónapot töltöttük. Hát nem nagyon tudom szavakba önteni, hogy milyen érzés. Szerintem aki anya, az pontosan tudja, hogy ez mindent felülír. Tehát szakmát, karriert, munkahelyet, egyéb családtagokat, tehát mindenek fölött áll. Nagyon vágytam rá, nagyon régóta, úgyhogy én most nagyon-nagyon jól vagyok. Együtt vagyunk egész nap, játszunk. Most örültem azért, hogy együtt eljöhettünk, anyukám is kiállít a mai délutánon, és itt nagyon-nagyon-nagyon szívesen lépek föl, mert nagyon szeretem ezt az egész Foltvarró kört, minden tagját. Nagyon szeretem, hogy anyukámnak lett ez a hobbija. Nagyon kiteljesedett vele az élete, hiszen hát ugye azonnali kreatív alkotás eredménye van, csodáljuk sokan. Úgyhogy fantasztikus dolog, úgyhogy nagyon örülök, hogy nagyon nagy megtiszteltetés, hogy itt léphetek föl. Beszéljünk egy picit a színészi munkáidról, és hiszen azért gondolom, hogy mindent nem égettél föl magad mögött. Kassai Színházról tudjuk, láttam, hogy már rendeztél is darabokat. Tehát most mennyire a pici a középpontban, de mennyire hagytad abba a játszást? Hát teljesen. Teljesen. A Kassai Itália Színháznak továbbra is tagja vagyok, de mind a 3 évet szeretném kihasználni. Tehát otthon maradok ügyesen, de annyi szerencse azért van ebben a szakmában, hogy egy-egy fellépést el lehet vállalni. Az biztos, hogy mindenhova viszem magammal, leánykámat. Most ősszel kellett volna már egyébként dolgoznom a Veresegy Színházban, az Ankonai Szerelmesekben, de azt gondolom, hogy még egy fél éves baba mellől napokra sem szeretnék eltűnni. Nem állítom, hogy majd amikor már haladunk előre az időben, akkor nem fogok elvállalni egy-egy munkát, ha úgy látom, hogy esetleg tud nélkülözni. Szerencsére már mindenhol őt hallom, akkor is, ha nincs ott. Szerencsére édesanyámhoz is nagyon kötődik, meg édesapjához is, úgyhogy azért egészen jól el van más családtagokkal is. Beszéltünk arról, hogy számodra milyen az anyaság, de az apuka mit szólt ehhez? Gondolom, ő is nagyon várta, és minden percét együtt tölti vele. Nagyon régóta terveztük a babát. Hány éves házasok vagytok? 11. Az az igazság, hogy most ő dolgozik sokat. Tehát főleg én vagyok babával, de az meg jó, hogy ő meg dolgozik. Úgyhogy most tényleg... Lehet, hogy most tényleg őt hallod, de akkor, amit ők együtt vannak, akkor ez egy nagyon intenzív együttlét. Igen, igen, az biztos. Annyi, hogy péntekenként én elkezdtem levelező tagozaton iskolába járni, továbbképzem magam egy picit, mert az a tapasztalatom, hogy gyes után nem szívesen látják a gyermekes anyukákat a színpad körül. Nem biztos, hogy ez így lesz, de azért próbálok több lábon állni. Van egy önálló estem, ez még a terhességem alatt, illetve pontosabban előtte született. 40-es, 50-es, 60-as évek film zenéit fűztem össze ilyen-olyan anekdotákkal, filmtörténeti anekdotákkal, és most ebből fogok pár dalt elénekelni, de ez egy önálló est, egy ilyen órás önálló est, és ezt majd Szegeden, az Őszi Kulturális Fesztiválon is elő fogom adni, illetve hát november végén megyünk Johannával Prágába, mert ott is várnak bennünket, úgyhogy lesz egy kis családi kirándulás ide-oda. És egyébként szerepálmod van, mit szeretsz jobban, drámait játszani, vagy zenéset játszani, vagy komikát, tehát azért sok minden megadatott már, mi a kedvenc műfajod? Hát nagyon szeretem, hogyha változatos a repertoár, tehát amikor zenéset próbáltam, akkor mindig vágytam rá, hogy most már valami nyugis, szép, halk, szomorú próza, és amikor szomorú, szép, halk prózát próbáltam, akkor alig vártam, hogy lehessen énekelni, úgyhogy a változatosság tényleg gyönyörködtet. És a rendezés az a Hoppá Rézi mi volt, vagy azóta volt más is már?
Nem volt, de készülök rendezésre is. Egyébként most még csak fejben, otthon, papíron olvasgatok egy nagyon kedves barátnőmnek, aki most végzett a Pozsonyi Színművészeti Egyetemen, neki fogok rendezni majd jövő ősszel, de csak egy monodrámát, hogy otthon szépen a lakásban a baba mellett tudjunk beszélgetni a darabról, aztán már nem kell sokat eljárni ahhoz, hogy megszülessen a végeredmény. Aki nézze a Facebook oldalodon a fotókat, azért láthatja, hogy vannak ebben nagy kosztümös szerepek is, van sok-sok minden. Van olyan kedvenced, amit bármikor, bárhol fölkennének, elvállalnád? Hát az olyan régi nagy klasszikusok, mint Shakespeare, Molière, Molnár Ferenc, tehát ők olyan halhatatlan karaktereket írtak, hogy amikor az ember megkap egy ilyen szerepet, amit már hosszú-hosszú évezredek óta játszanak emberek színpadokon, akkor azt gondolja, hogy úristen, micsoda legendába csöppent bele, és magasan van a mérce, aminek elég nehéz megfelelni, de hát ezek a szerepek a legemlékezetesebbek számomra is. Ofélia, Tártüfből Elmira, Molnár Ferenc Ördögéből a Sejem Cinka, vagy Gorki Éjjeli Menedékeiből a Natassa. Tehát nekem is ezek a kedvenceim a régi nagy klasszikusok, mert hogy azok a legjobbak, szerintem. Bár édesanyja vagy, de 16-18 évesnek nézel ki, még mindig nagyon jól nézel ki. Mi ennek a titka? Most meglepődtem, nincs semmi titok. Most az, hogy boldog vagyok, mert végre nagy álmom valóra vált, hogy édesanyja szerepben is kipróbálhatom magam, és hát nem titkos szándékom, hogy nagyon szeretnék egy kis testvért is még Johanna babának. Hát akkor reméljük, hogy ez is sikerül. Utolsó kérdésként csak egy picit a mai kiállításhoz kapcsolódva, itt említetted, hogy anyukád megtalálta a hobbiját. Igen. Gondolom, hogy azért a kis lurkót is elhalmozza most mindennel, de te kézi munkáztál valaha, vagy szeretnél, vagy fogsz, tehát ez mennyire ragadt át rád? Nagyon-nagyon nagy bánatom, hogy az óvodai pálcika emberek rajzolásánál sajnos nem jutottam magasabb szintre, pedig nagyon-nagyon szerettem volna, tényleg próbáltam kötni, horgolni mindent, de nem megy. Szerintem erre tényleg születni kell, vagy nem tudom, milyen kreatív energiák szükségesek, de én másban forgatom bele ezeket az energiákat, úgyhogy már Johannának most mutogatom a varrógépet, mert szeretném, ha majd ő örökölné édesanyámnak ezt a készségét, mert ennek muszáj a családban maradni, de sajnos én alkalmatlan vagyok rá a legeslegnagyobb bánatomra. Akkor te vagy a legnagyobb csodálója anyukád alkotásának. Igen, utolsó kérdésként csak azt, a Johanna neve kétszer elhangzott itt. Miért pont így hívják a kislányodat? Hát először is szerettem volna, hogyha a férjem vezeték nevéhez, a Janikhoz valamennyire aliterál. Tehát szerettem volna egy betűs nevet, ez most biztos hülyén hangzik, de... És amikor megtudtam, vagy megláttam, a Johanna név mindig tetszett. Egyrészt nem ismerek senki Johannát, tehát nem kötődik hozzá se pozitív, se negatív élmény. És amikor megláttam, hogy a Jánosnak a női megfelelője, ugye édesapám volt János, és amikor azt is megtudtam, hogy Isten kegyelme a név jelentése, akkor engem ez annyira meghatott, hogy úgy gondoltam, hogy akkor megtaláltam az igazi nevet. És hát látva a pici csöplányt, azt gondolom, hogy jó volt a névválasztás, és sok boldogságot és örömet kívánok neked a anyaságban, és akkor reméljük, hogy a kis testvérről is hamarosan majd egyszer beszámolhatunk. Nagyon szépen köszönöm. Köszöntöm, nézőnket, az Ifjúsági Házban vagyunk, és a Szigfortumnak az előbb nyílt meg az őszi kiállítása. Nagy a hangzavar, hiszen mindenki csodálja a munkákat. Bojdiné Péntek Ildikóval beszélgettünk. Hány kiállítási tárgy látható ma itt, hiszen gyönyörű képeket látunk, fali képektől kezdve a mindenféle használati tárgyig. Közel 100 kiállítási tárgyunk van, és ezek az a lényeg, hogy ez mind-mind egy év alatt készült. Ugye tavaly volt a nagy 15 éves kiállításunk, és olyan nincs, ami akkor volt, itt mind teljesen új volt munka látható most. És hát azért lehet trendi színeket is látni, hiszen a szokásos őszi színek azok itt vannak, a falevél színeit látjuk, de azért vannak számomra nagyon vidám alkotások is, tehát gondolom, hogy azért a foltosok is igyekeznek a vidámságukat is megmutatni. Hát igen, de erre csak azt tudom mondani, hogy minden foltosnak megvan a saját színvilága, és ez tükröződik teljesen a munkákba. És ezen látszik az, hogy az egész klub egy vidám, és ezért vannak a vidám színek. Egy kicsit borongósabb az idő, azért előkerül egy-két borongósabb kép is. Az nem olyan jó időben készült, ez azt tükrözi, de szívvel, lélekkel is. Hát ez a foltos társak munkái.
játéknak a színvilága. Csak ezt tudom mondani. És hát tulajdonképpen majdnem mindegyik táska más-más technikával készült. Látunk itt kis állatkákat gyerekeknek, rengeteg díszpárnát, takarókat. Szerintem, hogyha most meg kéne számolni, nem is tudnánk megszámolni, hogy hányfajta technika van ma itt. Hát azt nem lehet megszámolni, mert szerintem már lassan a millió technikánál tartunk. Rengeteg, de rengeteg. Táskákat, a fali képeket most ebbe az évben nagyon dús évünk volt. Rengeteget jártunk vidékre, Kisújszállás, Mezőtúr, Hajdúszoboszló, Egerbe, és most az ott tanult, és ezek egy ilyen gyors technikák idézőjelben mondva, és most próbáltuk azokat mi is megmutatni, és a táskák is mind-mind vidékről jöttek most. Hát azért mondja itt idézőjelben a gyors technikát, én azt gondolom, hogy ha mi itt laikusok mellé ülnénk, nem biztos, hogy egy hét alatt megvalósítanánk egy darabot is ebből. Én azt hiszem, hogy rengeteg óra és kézi munkázás van ebben, meg nagyon sok fantázia és nagyon sok tudás. Igen, hát a legnehezebb az anyag kiválasztása, mert ez úgy indul, hogy veszünk egy kis anyagot, aztán veszünk szekrényt, aztán veszünk még egy szekrényt, és akkor én ezt szeretném varni. Megszületik fejbe, hogy mit varunk, és akkor az milyen anyagból legyen. És akkor kinyitjuk a szekrényt, és van, hogy 3-4 napig csak azon meditálunk, hogy ez most milyen anyagból szülessen, milyen szín, most nekem milyen a hangulatom, és akkor így megszületik a szín, és hát utána beszélhetünk gyors technikáról, ami 2-3 hét is lehet, mire elkészül. És hát azért itt minden centit hasznosítanak, hiszen hallottuk már korábban is Cilikenintől meg öntől is, hogy itt azért vannak 1-2 centis darabokból készülő tárgyak is. Igen, Cilikenéni vesz most részt egy kihívásban, itt a színpadon látható, 365 blokkból fog állni a takaró, ez 7x7-es blokkok, és hát abban vannak 2x2 centisek is. Azt gondolom, hogy a Szigfoltos klub tagjai mindegyikkel szereti a kihívást, de korábban volt lehetőség arra is, hogy adományokat készítsenek. Gondolom, hogy most is volna, csak idő nincs rá. Hát nagyon kevés az időnk, mert van köztünk sok aktív dolgozó is, tehát munka mellett ez nehezen megy. De jön a karácsony, és már megszületett fejbe a meglepetés, de azt még nem szeretném elárulni, hogy kinek és mit fogunk készíteni. Akkor beszéljünk egy picit a trendiről, hogy mi lesz a trend, ezt csúnya szó nem szeretem, de hát mindenki így mondja, mi lesz a karácsonyi színvilág, a szokásos, piros, zöld, vagy arany, mi az, ami felé most elmennek a foltosok? Megint csak azt tudom mondani, hogy mindenkinek megvan. Akkor beszéljünk önről, tehát mi klubvezetőről. Én biztos csak a piros és az arany. Nekem piros, arany, fehér, tehát nekem teljesen ez áll hozzám közel. Van olyan klubtársunk, aki a kék. Nem tudom, hogy én miért haragszom a kékre, de én nekem nem nagyon van kék munkám. De csodálatos, mikor elkészül, és tetszik, csak én magam nem szoktam varni. Tehát azért mondom, hogy ezt megint csak úgy tudom megfogalmazni, hogy mindenkinek a saját színvilága. De szerintem mi a trendi mellett maradunk a hagyományosnál, a piros, fehér, arany, zöld, kék, ezüst, még az is. Itt említett, hogy egy picit megfiatalodott a tagság, és aki most esetleg kedvet érez, akkor először ássa be magát a internet világába, és amikor már valami fogalma van esetleg anyagokról, meg alaptechnikákról, alapvarrásöltésekről, utána azért még keresheti önöket. Bármikor kereshet, olyan is kereshet, akinek fogalma sincs a varrásról, egész nyugodtan, mert nagyon szívvel, lélekkel segítünk, ahogy tudunk. Sőt, még az jó is, mert akkor már úgy a mi csoportunkhoz formáljuk őket egy kicsit, vagy őt, aki jelentkezik, szívesen fogadunk mindenkit. Hát akkor itt hallottuk, hogy vannak már ugyan levelező tagjai a klubnak, de akkor reméljük, hogy lesznek új tagjai is, és akkor meglepetéssel várjuk mi is, hogy mi lesz a karácsonyi divatszín, és akkor majd visszatérünk erre azon által még titkos meglepetésre. Köszönjük szépen, és sok-sok öltögetést kívánunk még önöknek. Köszönjük szépen, és ha meg lesz, akkor teljesen eldől, akkor jelentkezünk. Köszöntöm nézőnket, a Szent Anna Sámmel középiskolában vagyunk, az előzőekben megkoszorúzták a névadó szobrán. Az ő munkásságáról beszélgetünk Vízkerti Erzsébet tanárnőről. Mit kell tudnunk a jeles tudósról? Szent Annai Sámuel Székelyföldön született, Székely-Szent Miklóson. Majd áthelyezéssel került Magyarországra, és több intézményben is tanított gazdasági tanárként. Iskolánkban 1912 őszén nevezték ki igazgatónak.
és hát ő azért nagyon sok mindent tett a környezet megszépítésére is, hiszen itt az épület is nagyon sokat, és a tangazdaság is, én úgy emlékszem, hogy az is az ő nevéhez kötődik, és a kutatóintézet elindításában is voltak szerepei, tehát tényleg egy jeles tudósról van szó. A diákok mit tudnak az ő munkásságáról, és mi az, ami fontos számukra ma is? Elsősorban a szakmai tárgyakat tanuló diákok merítenek az ő tudásából, mert ő földműveléssel, azon belül a szikes talajok javításával foglalkozott a legtöbbet. De nagyon sokat tett az iskola fennmaradásáért, tanított mindenkit, fiatal gazdákat, nekik akart útmutatást nyújtani, hogy ne a saját kárukon kelljen okulniuk. Az iskola múzeumában is gondolom sok minden feltalálható Szent Anna Sámuelről. Igen, az iskolánkban van egy nagyon szép múzeum, amit mindig meg is mutatunk az ide érkező 9-es diákoknak. Ott megtalálhatóak Szent Anna Sámuel emléktárgyai, eredeti írásai, és a gyerekek szeretnek oda bemenni és lapozgatni a régi könyvek között. A beszédében elmondta, hogy ön is beült oda, és most egy picit átvette az ő munkásságát. Ön számára mi a legfontosabb üzenete Szent Annainak? Én azért mentem oda be, hogy egy kicsit közelebb kerülhessek ahhoz a korhoz, amelyben ő élt, de közben olyan gondolatokra bukkantam, amelyek minden korban örökérvényűek. Nekem azt tetszett a legjobban az ő írásai közül, hogy amit idéztem is a beszédemben, hogy a munkavégzéshez szorgalom, kitartás, hit kell, és akkor talán sikeresek leszünk és eredményesek. És ezt szeretnénk a tanulók felé közvetíteni. Ezért lett ő példakép, és ezért vette fel az iskolánk a nevét 1992. októberében. Akkor azt gondolom, hogy akinek felkeltettük az érdeklődését, akkor nézze meg a múzeumot, és még többet megtud Szent Annairól. Köszönjük szépen! Én is köszönöm szépen a lehetőséget! Köszöntöm nézőinket a Madarász Imre Egyesített Óvoda Kutenóti tagóvodájában. Beszélgettek Lévainé Kovács Rózával. Kicsit érdekes a helyszín, de mindjárt meg is magyarázzuk, hogy miért vagyunk itt. Fizika körösökkel egy látványos kísérletet láthattak a kicsik. Hogyan jött ennek az ötlete? Az elmúlt tanévben az óvoda szervezett egy kistérségi tehetséggondozó konferenciát, és ha már tehetséggondozás, akkor ne csak óvoda legyen, általános iskolai program is, és akkor az együttműködésünk keretében vállaltam egy fizika tehetséggondozó program bemutatására vállalkoztam, és abban a szekcióban volt a Kuthenúti tag óvoda jelenlegi vezetője, Balajtini Sütő Margit, és felvetette, hogy miért nem lehet az óvodásoknak is bemutatni ezeket a kísérleteket. Mondtuk, hogy semmi akadálya, a gyerekek is készségesen jelentkeztek rá, és most jött el az ideje, elkészültünk egy új bemutatóval, a Szolnoki Pedagógiai Központ őszi pedagógiai napok rendezvény sorozatába illesztettük be ezt a programot. Itt a gyerekek azért nagyon aktívan vettek részt, tehát nem csak segítettek, hanem nagyon sok okos gondolatuk is volt, tehát nem is gondolná az ember, hogy 4-5 évesen már olyan dolgokra tudnak válaszolni, ami esetleg iskolai tananyag. Ez volt az egyik szempont a gyerekekkel, amikor beszéltünk arról, hogy milyen kísérleteket hozzunk, akkor megegyeztünk abban, hogy olyanok legyenek ezek a kísérletek, amik ezeknek a gyerekeknek, a 4-5 éveseknek is felkelthetik az érdeklődését. Meg most nem igazából a szakmaiság irányába mentünk, tehát nem a korrekt tudományos magyarázatot adták a gyerekek, próbáltuk inkább csak a népszerűsítést, mert hogy itt most az volt a lényeg, hogy egy kicsit elvarázsolva a gyerekeket felkeltsük bennük az érdeklődést, hogy majd, ha egy kicsit nagyobbak lesznek, akkor is érdeklődéssel forduljanak a természeti jelenségek, a természettudományos tárgyak irányába.
De ez néhány év múlva ki fog derülni, és az is lehet, hogy most itt valami kis fizikus tehetségre is bukkantunk, hiszen azért voltak itt, akik nagyon aktívan részt vettek ebben a bemutatóban. Reméljük, hogy ők is sokat tanultak ebből, és hát én úgy láttam, hogy a nagyok is élvezték, hogy a kicsiknek magyarázhattak. Igen, kis tanítók voltak. Annyit még azért hozzá kell fűznöm, hogy a kísérleteket a fizikakörösök maguk választották. Tehát ők gyűjtő munkájának az eredménye. Volt persze olyan is, amikor fizikakörön kísérleteztünk, mutattam be kísérleteket, és akkor azok közül is volt olyan, aki azok közül választott, de olyan is, aki teljesen önállóan keresett magának az ő egyéniségéhez illő kísérletet. De akkor még sok hasonló varázslást kívánunk, hiszen azért még van óvoda a városban. Igen, és úgy tűnik a rövidke beszélgetés alapján, hogy igény is van arra, hogy esetleg más csoportban is bemutassuk ezeket a varázslatokat. Jó munkát kívánunk, köszönjük szépen! Köszönjük szépen! Kedves nézőink, közeleg az influenza járvány, a témával kapcsolatban Háttér című magazin műsorunk mai vendége Borsos Anikó járási tiszti főorvos. Köszöntöm kedves nézőinket, a késő ősz és a tél egyik legfontosabb témája, amiről beszélnünk kell, az az influenza járvány. A témával kapcsolatban mai vendégünk dr. Borsos Anikó járási tiszti főorvos. Szeretettel köszöntöm stúdiónkban, örülök, hogy elfogadta meghívásunkat, és segít nekünk is, és a televízió nézőknek is ebben a témakörben egy picit eligazodni. Én is szeretettel üdvözlöm Karcag Televízió nézőit, és nagyon örülök a lehetőségnek, hogy egy pár szót szólhatok ismét erről a betegségről. Hát, hogyha itt van novembernek a közepe vége, akkor már itt van az ideje, hogy elmenjünk, és a védőoltással kapcsolatosan beszélgessünk a házi orvosunkkal. Tisztifi orvos asszony, menjünk sorba, talán kezdjük ott, hogy mi is az az influenza. Ez egy járvány. Mit lehet erről tudni? Tehát az influenza egy vírus által kiváltott fertőző megbetegedés. Cseppfertőzéssel terjed, és ezért nagyon-nagyon ragályos, és aki megkapja, az rövid időn belül, majdnem egy héten belül magas lázzal járó megbetegedésben fog szenvedni, ugyanis a fertőző képessége nagyon nagy ennek a betegségnek, és ezért járványokat képes kiváltani viszonylag rövid időn belül. Hát Magyarországon is kisebb-nagyobb járványok megszoktak jelenni úgy december végén, január elején a hideg időszakban, hiszen az influenza a hideg idők megbetegedése, a neve is ezt tartalmazza. Mikor mondhatjuk ki azt, hogy járvány van? Az, hogy járvány van, ez egy statisztikai fogalom. A megbetegedéseket most már az influenza-szerű megbetegedéseket jelentik. Akit a járványügyi aktivitás érdekel, és ma már szinte mindenki az interneten ismerős, az a www.oeg.hu honlapon tájékozódhat naponta, hogy éppen milyen az influenza aktivitás, és hogyha statisztikailag eléri a népességnek a 250-100 ezredékre vetített adatát, akkor beszélünk járványról, ami lehet kisebb is, lehet nagyobb is, lehet helyi járvány. Tehát most még időben vagyunk ahhoz, hogy az ez ellen védekezzünk. Van itt speciális védekezés, és van általános egyéb védekezési. Azt mondta tiszti főorvosasszony, hogy jelentik az influenzát. Igen. Ezt hogyan képzeljük el, a házi orvosok minden nap beadnak egy statisztikát, minden vagy héten, hetente? Minden héten az influenza-szerű megbetegedéseket és a felső légúti megbetegedéseket szokták jelenteni, hogy mennyi volt, aki házi orvoshoz fordult, és ez alapján úgy lehet látni, hogy mikor közeledik hozzánk a járvány. És van most is a területünkön Szentinel orvos, aki ha talál tipikus influenza megbetegedést, akkor van ilyen vírusdiagnosztikai szett, amivel
mintát tud venni, és az futárról viszik a budapesti vírus laboratóriumba, ahol meg tudják mondani, hogy valóban milyen vírus válthatta ki, hogy ez már az influenza vírus, vagy esetleg más. De egyelőre még tipikus esetek az egész országban nem voltak, és elmondhatom, hogy éppen tegnap néztem meg a honlapon, hogy még nem sikerült kimutatni. Hogyan kaphatjuk el legkönnyebben, azt mondta ugye, hogy cseppfertőzéssel terjed. Hogyan képzeljük ezt el akár egy felnőtt közösségben, vagy akár egy gyerek közösségbe, iskolába, óvodába? Tehát kilincset megfogjuk egymás után, az szánkhoz nyúlunk. Hát a cseppfertőzés az ott úgy kezdődik, hogy nem zsebkendőbe köhög tüsszent a gyerek vagy a felnőtt. A másik pedig az, hogy a papírzsebkendővel takarékoskodik, és emiatt a keze által pedig a kilincs és az összes többi tárgy, amit nagyon helyesen észrevételezett, a vírussal szennyeződhet. És ennek a legnagyobb veszélye, hogyha a légutakba kerül, akkor ott megtelepedve, ott elszaporodva kiváltja az igen magas lázzal járó megbetegedést. Itt ez a legveszedelmesebb dolog benne. Na, ez ellen pontosan úgy lehet védekezni, hogy nagyon odafigyelünk arra, hogy a gyerekünket, ha elküldjük az iskolába, akkor ugye legyen zsebkendője elegendő, mi is mutassunk példát, és amiről sokan elfeledkeznek, hogy a szellőztetés nagyon-nagyon fontos. Én azt tapasztaltam, hogy még az én gyerekkoromban minden szünetbe ki kellett mennünk az iskolából, és a zsúfolt tantermeket kereszthúzattal heteseknek ki kellett szellőztetni. Ez egy nagyon régi jó szokás, most sem lenne szabad elfeledkezni erről, és otthonainkban is fontos a gyakori szellőztetés. Ez nem hűti le a lakást, de a esetleges fertőző kórokozókat, nem csak az influenzáért, ilyen módon ki is tudjuk űzni a életterünkből. Beszéljünk a védőoltásokról. Ugye azt mondta az imént, hogy december, január környékére tehető az, hogy nagyobb járvány legyen az országban. Mit lehet tudnunk az idei védőoltásról? Van-e elegendő védőoltás? Igen. Van elegendő, és mi kiszállítottuk valamennyi házi gyermekorvosi praxisba azt a mennyiséget, amit az előző évek tapasztalatai alapján igényeltek, és még arra is van lehetőség, hogy pluszba rendeljenek, amennyiben igény lenne rá, és kivisszük. Az ezzel kapcsolatos tájékoztatókat, a legfrissebb adatokat a oltóanyagról, tehát a házi orvosokat, házi gyermekorvosokat elláttuk ezzel. Továbbá a szociális intézményekben is biztosítottuk a lehetőséget arra, hogy a intézmények orvosai a egyik legveszélyeztetettebb korosztályt, az időseket be tudják oltani. Kik jogosultak arra, hogy ingyen és bérmentve megkapják a védőoltást? Hát először is az idősek, a 60 éves idősek alanyi, 60 év fölötti idősek alanyi jogon, másrészt pedig bizonyos betegségbe szenvedők. Általában, ha elmegy valaki, mert már 50 év fölött is, ugye nagyon gyakran van, hogy valakinek rendszeresen fel kell keresni az orvosát, mert gyógyszert kell iratni. Ilyenkor már mind a házi orvos, mind az asszisztenciája föl szokta hívni a betegnek a figyelmét arra, hogy itt van a új védőoltás, és hogy jogosult-e, vagy nem jogosult a betegsége kapcsán. Általában súlyos krónikus betegségek esetében, meg bizonyos egyéb ilyen korfolyamatoknál ingyenesen jár. Tehát bőven rátartással, ahogy mondani szokták, juttattunk ki a körzetekbe, és most még idő is van, mert körülbelül 2 hét, amíg a védettség kialakul, van arra lehetőségünk, hogy igénybe vegyük, és megfelelő védettséggel várjuk a járványt. Gyerekek esetében ez hogy működik? Gyerekek közül az ingyenesre csak nagyon kevés betegség esetén jogosultak. Pontosan emiatt, hogyha valaki úgy gondolja, hogy szeretne
a gyermekét, mert beteges gyerek megvédeni az influenza ellen, mindenképpen a házi gyermekorvosával konzultáljon, hogy ő mit tud neki tanácsolni, mert a kötelező, mert ez nem kötelező, hanem önkéntes oltás, és arra is van lehetőség, hogyha valaki szeretné védeni még jobban a családját, akkor receptre fölírja neki a kezelőorvos, és a gyógyszertárba pedig meghozzák, kiváltják neki, kiváltás után meg beadják a körzetébe azt a gyógyszert, amit javasolnak. Pontosan erre szerettem volna rákérdezni, hogy aki nem jogosult az ingyenesre, hogyan, milyen formában kaphatja meg ezt a vakcinát. Csak recept ellenében lehet, igen. Arról mit tudhatnak a televízió nézők? Mennyibe kerül egy ilyen vakcina? Mennyit kell érte fizetni? Nem olyan sokba kerül, tehát a normál gyógyszer áram pár ezer forint, tehát nem olyan nagyon drága. De mindenképpen mielőtt költségbe vernénk magunkat, azért kérdezzük meg, hogy hát, hogyha jogosultak vagyunk az ingyenes oltásra. Hozzá kell tenni, hogy olyan emberek, akik például a ügyfelekkel dolgoznak, akár a kormányhivatalban, a kormányablakoknál, szintén jogosultak az ingyenes védőoltásra, és még nagyon sok olyan kategória van, akinek lehetősége van, hogy olyan közszolgáltatásnál dolgozik, aminek a működését veszélyezteti a hiány. Például említsen néhányat ezek közül. Például, hogyha vesszük az egészségügyi dolgozókat, hogyha valaki a kórházban dolgozik, mégpedig Karcagon elég sokan dolgoznak, az ő részükre is biztosított. Ha valaki például a közlekedésben buszvezetőként dolgozik, szintén ki van téve annak, hogy nem egy hermetikus fülkében van a buszvezető, pláne aki még jegyet is ad ki, tehát ő is jogosult az ingyenes védőoltásra, mert bizony egy igazi járvány esetén megbénulhat a közlekedés. Tehát nagyon a állattartó terepek közül most, hogy fölépett a influenza, nem amiatt, hogy a madárinfluenza, nem amiatt, hogy ott az állatok között túl sok emberrel találkoznának, hanem nehogy véletlenül a két fajta influenza vírus esetleg valahogy összekombinálódjon, tehát ők nekik is az ingyenes védőoltásra van lehetőségük. Bizonyára vannak olyanok, akik mondjuk azt mondják, hogy tavaly beoltattam magam, lehet, hogy ez védettséget nyújt erre az idényre is. Van ebbe esetleg hát valami igazság? Ebben bizonyos igazság van, de igazából minden évre már egy új típusú vírus szokott kialakulni. Ez egy nagyon érdekes dolog, mert a legváltozékonyabb vírusok közé tartozik, és hát el lehet mondani, hogy a mostani oltóanyag se olyan, mint a tavalyi, bár vannak bizonyos közös vonások, de mindenképpen újabb. De azt tudják, hogy milyen vírus lesz most? Tehát, hogy igen. Előre hogy tudják megcsinálni a vakcinát, világon, hogyha még nem alakult ki a járvány? Hát az úgy van, hogy a Földön különböző időszakban szokott elkezdődni ez a járványos időszak, és először a déli féltekén szoktak az újabb törzsek megjelenni, előbb jelennek meg Amerikában, mint Európában, tehát bizonyos idővel érkezik ide hozzánk, és világméretű együttműködés van, az egyik világszervezet is koordinálja ezt, a különböző kutatézetek közül rendszer úgymond monitorozza, hogy hol bukkannak fel újabb törzsek, amelyek a megbetegítő hatása minél újabb annál szokott lenni. Akkor ezek ellen gyorsan ki tudják fejleszteni az új vakcinát. Vagy melyek a legfontosabb tünetei az influenzán? Ugye sokszor hallottunk már, vagy estünk esetleg abba, hogy hasonló tünetek véltünk magunkon felfedezni, ám mégsem influenzák voltunk, igen, hanem esetleg csak nagyon konantunk. Ez sok esetben van problémát jelent a legtöbb emberre, nagyon jó észrevétel, mert szik, hogyha folyik az orruk, náthársak, akkor biztosan influenza kerülik. Az influenzától attól, hogy cseppőzéssel terjed, produkál látványos, kezdet-kezdetén lányos úgymond ilyenkor is jelenségeket, folyik az orrunk, és nem vécselünk egyből olyan ívosan, mint más felső légúti betegségeknél. Aztának az a jellemzője, hogy évről évre először embernek a láza.
igen magas, 39, 38, 39 fok körüli láza lehet az embereknél, gyerekeknél itt még láz lehet, idősebbeknél a kiszáradás, ilyenkor nagyon veszélyes, hogy betegeknél, és a végtag fájdalom az annyira jellemző, a gyengeség, úgy érzi az ember, hogy nehezen tudja a mindennapi legegyszerűbb teendőzni, levertség. Önként hát köhétsel, de nem úgy, mint a felső régi betegségeknél, ez kábazabb érkenységet tapasztal a torkban. És ettől függetlenül, hogy ez nem egy ilyen katarális produkáló, ahogy mondani szoktuk, megbetegedés, cseppfertéssel terjed, mert ugye beszéd közben is a nyál kerülnek a levegőbe, amit szinte nem látunk, és ezek már fel. Hogyan kurálhat ki magunkat a betegségből, fontos orvoshoz? Hát ez az a betegség, amit, hogyha észlelünk, akkor lenne a legfontosabb, sürgősüljünk. És lehetőleg a rendelőben levő társainkat ne nagyon kell. Tehát ilyen esetben a legfőbb az lenne, hogy ágynyugalom legyen, csillapítás, amit bizony mindenkinek tudni kellene. Én azt mondanám, hogy itt a társnál nem szabad elfeledkezni, mert a hűtőfürdőtől kezdve vén nélkül beszettától a lázmérőig minden szokott lenni, meg minden a betárában van egy rendes családanyának, mert van ő, szokott otthon lenni, a házi orvosa a család mondani, de én nagyon tudnám javasolni, hogy a fellépő magas láz esetén a prisnic porose, mert ez nagyon etezhető, hiszen hideg vízbe, ha edvesítünk kisebb edőt és a törzsek körül csavarjuk szorosan, addig törőközőt, hogy ne legyen vágy, és így betaplaki, csen emellett még be lehet szedni egy ilyen paracetamol, maga a borogatás és az ismétlése lehull magas láz, tehát nem kell annyira tartani, és a folyadék bevitel. Meddig tarthat jó ez melete. A szenvedésekkel szak? Hát három nap, egy nap, amíg nagyon hisz, de hogyha érzi az ember, hogy még szüksége van egy-két napra, egyetlenül jó lenne, hogyha még az ágynyugalom a legfontosabb. Ugyanis, hogyha mi ebben az állapot fertőzzük a környezet, nem csak nekik okozhatunk át, hanem összeszedhetünk egyéb bakteriális fertőzések. És akkor jönnek elő fertőződések, szövődmények, mert a szervünk annyira el van foglalva az influenza elleni, hogy válik viszonylag egyszerű kórokozók iránt is megjelen, esetleg egy rendelőbe, vagy egy iskolába, tehát mindenképp maradni, és akkor már antibiotikumra egyéb gyógyszerek szükség lehet, hogy kiláboljunk a betegségünkből. Aki egy szezon alatt elinfluenzált, az fellélegezhet-e? Tehát elkapni, igen, vagy akár mondjuk decemberben is elkaptam, illetve januárban. Ez jelent, mert egyrészt nem csak a védőoltás, hanem átviszelése is, tehát az a későbbiekben nem fog kapni, de mindenképpen én azt tudnám mondani, hogy lehetőség, ha megbeteg, a legfertőzőkép, legveszélyesebb időszakban bújjon. A védőoltáson kívül mivel tudunk még esetleg feltülni, ha lehet így mondani? A téli szezonra, az influenza szezonra, a szetaminokat, tehát olyan, igen, szinten készíteni egészségileg, hogy kapjuk, nincs esély. Én úgy gondolom, az egyéni érzékenységnek is te van szerepe, még a védőoltás mellett is vannak egyéb vírusos és egyéb légúti, meg nagyon fontos a megfelelő táplálkozás. Az a legjobb, hogyha a vitaminokat élelmiszerrel viszünk be, és a szezonnak megfelelő változatos vitamindús élelmiszer nagyon fontos. Gyönyörű almáink vannak, itt szagon is egész a vásár is van, savanyú káposzta, amiben rengeteg vitamin van, gyümölcsöket is lehet kapni. Elfeledkezni, hogyha elmegyünk a gyógyszertárokba, nagyon sok olyan készítmény, változatos árat tudnak nekünk tanácsot adni, amelyik különböző korosztályoknak ajánlanak a szervezetüket. Tehát érdemes megbeszélni. Alapvető az, hogy ne csak gyógyszert akarjunk végesen táplálkozni. Ha valaki elkapta a vírust, akár ideig, ne menjen közel.
Hát ezt általában mit mindig javasol? A kezelőorvosa szervezni. Azzal, hogy én azt mondtam, hogy legelőször is bújjon át, mert ugye földén betelefonálunk a rendezőnk, hogyha beszéljük az orvossal, hogy javasol, hogy mikor tud eset önni, vagy mi, amikor már jobban vagyunk. Tehát ez nagyon fontos lenne, ebből ne rohanjuk le a rendelőt. De mindenképpen én úgy gondolom, hogy a kezelő orvossal kell. Pontos lények is lehetnek, és bizony ezek közül a súlyos tüdőgyulladás igen gyakran előfordul, súlyos tüdőgyulladás. Itt meg kell vizsgálni, meg az orvos megmondja, hogy meddig maradjon ott. A mulaszt az iskolából az orvos adja ki az igazolást. Tehát én úgy gondolom, hogy mindenképpen össze kell ezt hangolni. De nagyon fontos dolog, hogy már háza van, akkor legyen fölkészülve a család itt a téli időszakra. Tiszti főorvos asszony, mit tanácsol, míg hozzuk meg a döntést, húzzuk, halasszuk a védőoltás tekintetében? Magyarul mi az az utolsó határidő? Döntöttük, hogy kérjük mindenféleképpen a sokat. A várjál 5-2 hét mindenképpen. Tehát ha azt nézzük, hogy az elvárataink szerint úgy december vége fele jelentkeznek, tehát én úgy gondolom, hogy december elejé, legkésőbb, mikorásig mondhatjuk, azért célszerű az embernek beoltani. Bár a későbbiekben is a mérjelani a rádióban szokták még mondani, hogy van még orvos, ha már elkezdődik a védés a szervezetnek, alakul ki a teljes védettség, akkor is viseli el a betegséget az ember. Köszönöm szépen, orvos asszony, hogy hozzánk, beszélgethetünk erről a nagyon fontos dolog. További jó munkát és influenza kívánunk önnek. Nagyon köszönöm, és én is ezt kívánom a kedves nézőknek, és remélem, hogy az itt nagy influenza járvány, de készülni, mint megijedni. Köszönöm, hogy itt kedves nézőink, mert megköszönöm a figyelmüket. Köszönöm szépen. Kedves nézőink, mára megköszönöm megtisztelő figyelmüket, hívjanak bennünket, vagy írjanak nekünk bátran, maradjanak velünk, mert egy rövid reklám után folytatódik adásunk a jövő heti viszontlátásra mindenkinek.